Újra járható az El Camino. Egy évi kényszerű szünet után a Szent Jakabuton ismét zarándokok vándorolnak. A gyakran hetekig vagy akár hónapokig is tartó gyaloglás feltöltődést, megújulást és sok esetben gyógyulást nyújt a lelküknek. Egymás szavába vágva sorolják ezek a zarándokok, hogy ők milyen indítatásból vágtak neki az útnak. Megkönnyebbülsz, elengeded a negatív gondolatokat, jobban értékeled a dolgokat. Tény, hogy a járvány megtanított, hogy jobban megbecsüljük a fontos dolgokat. Kiszabadulsz a rutinból, több idő jut a gondolkodásra. Teljesen belemerülhetsz a gondolataidba. A Szent Jakab zarándok út Galícia tartományi fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint az ottani székes egyházban őrzik Szent Jakab apostol földi maradványait. A világjárvány miatt ez az év teljesen más volt, mint a többi. Minden lassabban zajlott, mindenki szembesülhetett önmagával, és megtalálhatta, hogy mit szeretne az élettől. Szerintem sokan ráébredtek, hogy zarándok útra mennének. Idén azonban elég magányos volt a Camino, mindössze 7 zarándokkal találkoztam, mondta egy cseh fiatalember. Az El Camino-n 2019-ben még több mint 340 ezeren vettek részt, a járvány miatt azonban tavaly alig 50 ezer volt a számuk. Idén sem sokan vágtak még neki az útnak. A korlátozások májusi feloldása óta naponta csak néhány zarándok érkezik Santiago de Compostelába.